Na hát szép napot kívánok mindenkinek, én Piskolti Kemény vagyok, és üdvözöllek titeket ebben a videóban. A mai videó arról fog szólni, hogy elviszem Milót egy körre. Nagyon sokan láthattátok már ezt az autót. Ciao, srácok, amúgy. Ja, bocs, ez nem is az én videóm lenne, ahogy köszöntöm el, mint az én. Hát figyelj, az biztos, hogy szép, de arra leszek kíváncsi, mikor majd elviszel minket egy körre. Ja, mert... csinálunk egy reakció videót, hát én is kíváncsi vagyok, mert amúgy egy párnak írtam már, de te leszel az első egyébként, akit így elviszek, mint így az én videómban majd. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani, amúgy. Jó, nem biztos egy, brutális. Mint tudom én, egy 20 milliós sportautó, de amúgy ad élmény, ahogy hát... túrog, meg minden. Hát az biztos. Hát tegnap is barátnőmmel voltam a várnál, ott iszogattunk egy kicsit, és akkor csak annyit hallok, hogy dear door, csicsat, bum bum bum, nyom nyom. Hát úgy kezdődött az egész amúgy, de hol láttad? A várnál, ahogy mentél körbe a várnál, én ott ültem a borozós terasz-szerűségen. Igen, pont azon gondolkoztam, akkor amúgy nem is rúgtam neki annyira. Szóval... azért csak ilyen lájtos volt, egy kicsit recsegett, aztán annyi, szóval... Jó, hát akkor ma megtudjuk, hogy mi is lesz. De mindenek előtt beszállunk a driftautóba, és igazából... Amúgy még soha nem voltam így, mármint ezt egyszer meg akartam most egy két napet driftelni, de eltört a féltengely, aztán ilyen igazi driftes, de még nem is ültem itt. Ami Tomi által már láttam a videókat, mert én ugyebár jóban vagyok vele, de még nem ültem senkivel. Én remélem, nem tudom összefosni magam, vagy valami. Hát figyelj, igyekszünk, hogy összefosd magad, ja, hát, ja. Aztán visszaadod ezzel!
gumi. Szuper. És igen, most bekapcsoltam sajátomat. Az lesz a lényeg, hogy most launch control-lal fogunk menni. Szerintem csináljuk úgy, hogy kicsit arra megyünk, és akkor arra fele. Nagyon izgulok, és... Ja, annyira nem lesz olyan nagyon durva, de semmitől jobb. Figyelj, nekem a golf. Az amúgy nagy álmom volt, mert elmondom őszintén, nekem van egy A3-osom, nem tudom mennyire tudod. Azt láttam, és egy 9-10. Igen, igen. Golfot akartam, gondolkoztam nagyon sok autóba, de a Golf meg az A3 volt a szívem csúcs. Ez ilyen projektautó amúgy, nem? De utcára. Az 1.9 TD. Igen. Na és visszatérve az lesz a lényeg, hogy most el fog vinni engem egy ilyen launch kontrollos körre. Azt tudnotok kell, hogy ez az út, ahol jelenleg most vagyunk, elzárt terület. Németországban és... az a legfontosabb. Hát, az nem biztos. Nem tudom, te láttad azt a videót amúgy, vagy... Melyiket? Hát amikor bemutattam a Golf Heater, az elég nagy portkart, nem láttad? Nem. Két nap alatt 80 000-en megnézték, benne volt tényekben minden. Tényleg? Nem látom. Egy sztár ő mellettem? Tudom, de nekem az marha nagy élmény, én nagyon autóbuzi vagyok. Pedig az E92 az... Hát de az drift. Ez egy utcai autó, ennek van egy feelingje. Minden autónak megvan a maga feelingje, nekem ez marhára tetszik. Jó, mondjuk az igaz, hogy ezt lehet használni utakon, csak az a kérdés, ki tudja meddig. Hát jó. Hát itt magyarban igen, de... Kicsit még guruljunk előrébb, ott ahol van ez a kis út, itt most, itt, hi. Jó, köszönöm. Mert? Három kell. Hát most nagyon lejjön. De amúgy... Ez marhára megy! Azt a rohadt! De amúgy... Észrevettem, ez most nem volt olyan jó. Amikor nagyon durván sokat durok, tehát
amikor nem húz annyira, amikor nem túrogtatom minden, nagyon jó tud, de ez amúgy jót ment, de annyira azért nem. Nem tudom, szerintem sok túrogtatás elveszi tőle az erőt, aztán... De lehet érezni, amikor marhára betölt a turbó, itt vigyázz kanyar! Ma már egyszer jártam el. Visszajöttünk egy kicsit minden a kés, és most fogjuk megdurogtatni még jobban az autót.